legjobb szándékvezérli, és nagyon sok emberen fotó és segíteni. De nekem egy gyermekem van, és neki egy élete. Mika olyan is van, minden, de legalább van. Ez egy rutin műtét volt, mi mehetett volna rosszul? Bármi. Nem voltam benne biztos, hogy segít. Ez segített. Az anyja eleve nem akarta a műtétet. Az anyja diplomás orvos vagy te? Annak a gyereknek egy élete van, és nem azért, hogy gyakoroljak rajta. Egyszerűen mindent el kell kezdeni. Azért tanultad ezt a szakmát, hogy tud. És kell is. Hogy adjuk vissza a diplomákat, és ne segítsünk senkinek. Szorított az idő, dönteni kellett. Ezt a nő pontosan tudja. Csak muszáj volt ellenkezni. Joga volt tudnia, hogy soha nem csináltam még ezt a műtétet. Joga az megvolt a tudáshoz, a képessége nincs meg hozzá, hogy a helyén kezelje. Tehát ez ilyen. Vágyjuk a tudást, aztán abban a pillanatban, hogy rájövünk, hogy ez felelősséggel jár, már dobnánk is vissza. Bízunk mindent a ChatGPT-re. Vissza a paradicsomba. A tudatlanságba. Legközelebb majd nem osztasz meg ilyeneket. Hozhatok valamit az uraknak? Kávét, teát? Én egy kávét kérnek. Önnek? Nekem? Tamás? Nekem egy... Elnézést! Fél csésze kávét és egy fél csésze zöld teát kérnék szépen. Hozom. Na de a lényeg. Elvállalod a sürgősségét?